mai műsorunk tartalmából. Győztes hétvégéje volt a kéziseknek. Sikeresek a talci gyúrósai. Sok sikeres sportoló vehetett át elismerést a díjátadó. A sport ünnepe volt február 20-a Tatán. Ekkor tartották a díjátadót, amelyen a kiemelkedő sportteljesítményeket jutalmaz az önkormányzat. A Günner Aréna adott otthont az eseménynek, hiszen igen, ilyen sok jó eredményt elérő sportoló más helyszínen el sem fért volna. A díjazottak között most is megtalálható volt a Rendmely Karate Klub több sportolója, ami azt bizonyította, hogy továbbra is ott vannak a hazai élmezőnyben. Lassan már megszoktuk, hogy rendmelyesek sokan vannak itt a díjátadón most, és ezek szerint a 23 is jó sikerült. Jó sikerült, mondhatom, igen. Tehát azért voltunk három Európa-bajnokságon, több Európa-bajnokunk is, dobogósok is, magyar bajnokság dobogósok, úgyhogy válogatott versenyzők, diákolimpiai bajnokok, azért mindig sikerül. Nemzetközi versenyek, Horvátország, Lengyelország, itt ott most hétvégén is megyünk horvát bajnokságra, úgyhogy igyekszünk persze. Tudom, hogy te nagyon maximalista vagy. Ezzel együtt elégedett vagy a 23-as teljesítményetekkel? Elégedett vagyok persze, mert ha úgy mész oda, hogy nem azért, hogy aranyérmes legyen, megelégszel mindennel, tehát én is mondtam, mert voltam, aki magyar vagy Európa bajnok harmadikunk lett, és a szülei sajnos nem jó néven vették, mert nem lett első, de hát mondom, hogy ha eljövünk otthonra, és azt mondom, hogy harmadik leszel, nem vagyunk boldogok. Tehát ez egy magyar mentalitás, igazából szerintem ezt sok helyen látom, hogy úgycsak az elsőnek örülünk. Nem, én örülök annak is, ha egyet nyer, és a dobogóra se kerül, vagy a legjobbját kihozza magából. Tehát már az is egy eredmény, mert tovább lépett és fejlődött azért. Tudom, hogy nem könnyű sportág, azt mondják, hogy a karate ez egy életérzés. Hát mondanám, hogy gyere legyen is próbáld ki. Mivel lennél elégedett ebben az évben? Bármivel. Tehát igazából, hogyha például, hogyha a versenyzők nem sérülnek meg, és részt tudnak venni minden versenyen, már azzal is elégedett lehetünk, az mellette kihozzuk a maximumot, és akkor még dobogósok is lesznek. Akár diákolimpia, akár magyar bajnokság, most készülünk Adriánnak például magyar bajnokságra, hát azért egy ilyen jó 60%-a van, hogy kijut Európa bajnokságra, mert Spanyolországból lesz Valenciába, úgyhogy és jó formában. Gergővel is készülünk, tehát ön a küzdelembe, aztán meg Lengyelországba. Terv között szerepel ez egy hosszú terv, szeptemberben egy japán bajnokságba megyünk, egy nyílt versenyre, világkupára, azért ez egy nehéz feladat lesz, egy hosszú és nehéz. Azt is tudom, hogy a Covid azért megviselt benneteket létszámban. Lassan kezdtek visszanőni, vagy nem is annyira a létszám lenne érdekes, hanem a színvonal? Hát mondhatjuk, ezt jól mondtad igazából, tehát ha nem is létszámban növünk, vagy nem mindenki olyan kitartó, vagy nem mindenki olyan aktív, de aki ott van, az keményen oda teszi magát. Tehát és ha kis létszámmal is, de hozzuk az eredményeket, tehát sikeresek. Tatán régóta működnek az ugrókötelesek, és hosszú évek óta ott vannak a hazai és a nemzetközi versenyek dobogóin, de legalábbis a döntőkben. Ezúttal két olyan kislány szólal meg, akik kijutottak az idei Európa bajnokságra. Két ugróköteles csaj van itt előttem. Mi volt, amiért most ezt a díjat kaptátok? Hát azért, mert előző versenyen kiderült, hogy kijutottunk az Európa bajnokságra. Nagyon örültél neki? Igen. Mennyit dolgozol, mennyit edzel? Hát hetente 4 edzésünk van. És nagyon nehéz? Elfáradsz az edzések végére? Igen, nagyon. Mit szeretsz jobban, edzeni vagy versenyezni? Edzeni. Izgulsz versenyek előtt? Hát általában igen. Te már nagyság miatt rutinosabbnak számíthatsz neked. Mi volt az az eredmény, ami miatt most a díjat kaptad? Hát igazából válogatóztunk, és ugye ketten jutottunk ki az Európa-bajnokságra a mesterek tornáján. Nemrég volt, és ezért... Meg volt egy országos versenyem is, amin összetettben első helyezést értem el. Tudom, hogy többféle, nem tudom, szak van, vagy versenyszám van. Melyik az, amiben kijutottatok az Európa-bajnokságra? Hát párosba jutottunk ki, páros szabadon választott gyakorlatban, és páros gyorsasági, ami a duplázást jelenti, és ebben a kettőben. Melyik a nehezebb?
Hát én a duplázást mondanám, mert ott fejben nagyon ott kell lenni, és nagyon figyelni kell tényleg, hogy ne rönts bele meg semmi. És mit vártok magatoktól, vagy mit várnak az edzőitek tőletek? Hát az, hogy nagyon kitartóan edzünk, és hogy egy jó eredményt érjünk el. Ez lesz az első Európa-bajnokságunk, úgyhogy jól szeretnénk szerepelni rajta. Nagy létszámban jelentek meg a táncklubok, ami azt jelenti, hogy jó képzés folyik a tatai klubokban. Villám Veronikával, a Villámtánc vezetőjével beszélgettünk. A tánci sport nem véletlenül szerepeltek itt a díjátadón, és a létszám alapján úgy gondolom, hogy a 2023 év a Villámtáncnál jól sikerült. Igen, jól sikerült a létszám alapján is, mert a létszámot úgy értem, hogy az eredmények alapján elég nagy anyagot adtam le, ugye több versenyen szerepeltünk. A büszkeség ebben az, hogy a táncvilágában sokrétűek a versenyek. Több szövetségnek a versenye van, nemzetközi szövetségek vannak, tehát nem egy, mint a többi sportágban. És a Villámtáncnak az a különlegessége, hogy ezekre majdnem mindegyikre eljut, majdnem mindegyikre kvalifikál. És a másik büszkeség az, hogy a táncvilágában kicsit más a helyezés. Vannak minősítő versenyek, ahol úgymond első, második, harmadik helyezés az úgy alapvetően megvan, viszont a Villámtáncnak a csapata igazi versenyben vett részt, és sokszor a 7.-8. helyezésből, vagy a helyezésből érő lányok indultak el, és most első, másodikak lettek ebben a versenyben, tehát igazi verseny, nem pedig minősítés, nem önmagunk ellen versenyeztünk nagyon sokszor, hanem igazi kihívók voltak nemzetközi szinten is, tehát nekem ez a büszkeség, hogy egy valódi verseny volt, és nem egy kis létszámú csapat összejövetre, vagy csapatfesztivál. Itt a díjazottak között nagyon sok felkészítő kapott díjat, ez azt jelenti, hogy részenként foglalkoznak a gyerekekkel? Igen, a sporttánc és a tánc mint művészeti ág, ez egy összetett dolog. Egyrészt, ugye, hogyha művészeti ágról beszélünk, klasszikus balett az alapja mindennek. Szilágyi Gyula balettmester, operaházunknak a szolistája volt, kitüntetést is érdemelt magyar művészünk, ő a gyerekeknek egyrészt a felkészítője. Idén most a nagyokkal fog, illetve akik ugye külön fognak indulni szólóban, jóban, őket fogja külön még készíteni. A modern tánc ág az egy külön világ, de szorosan a baletthoz kapcsolódik. Sebján Rozália és jó magam vettünk ebben részt. Az akrobatika, mint sporttáncnak egyik kiemelkedő technikai része, mindenképpen kell a gyerekeknek tanulni, itt pedig Nagy Zsolt kollégámmal, Németh Andrea kollégámmal tettük hozzá a dolgunkat, én pedig teljes mértékben az összes művészeti, illetve sportrészét képviselem, hiszen ugye dúóknak, szólóknak, fióknak mindenhol minden benne van, és ezért ez egy ilyen 4-5 fős gárda, egy csapat, aki gyerekeket felkészíti. Hazai oldalon kötelező győzelmet várt mindenki a TAC férfi U18-as kézilabda csapatától ezen a hazai mérkőzésen. Az ellenfél a Szász Halombatta együttese volt. A tataiak az élbolyhoz tartoznak, míg a vendégek az alsóházban vannak. Ősszel idegenben is megabiztos TAC siker született, ez a meccs is jól kezdődött hazai szempontból, a vendégek csak az 5. percben lőtték az első gólt, majd a 9. a másodikat. A TAC 4-2-re vezetett. A tatai kapuban Lackó az őrületbe kergette a baktaiakat, 10 perc alatt 8 vérése volt. Az első fél idő végére fokozatosan nőtt az előny, és 30 perc után 21-12-re vezetett a TAC. A második fél idő elején bekezdett a Batta, és 4 perc alatt 3 gólt is szerzett. 4 perc kellett az első tatai találathoz, Dumászki volt eredményes, majd a frissen beállt Sebestyén is a kapuba talált. A vendégeknél Varga szállította gólokat, 11 perc alatt 7-szer mattolt a Lackó kapust. A hazaiak is felélettek, és a 40. perc mellett először 10 közte, 28-18. Különösen Kacsó és Sebestyén vette ki részét a góllövésből. A vendégek 7 darab büntetőt dobhattak, ebből Lackó 4-et védett, egyet kapu mellé lőttek. Egyébként a TAC kapusa jól védett, összesen 22 védett lövése volt. Elég hullámzó volt a játék, akadt olyan időszak, amikor 10 fölé kúszott a különbség, majd az előny 7-8 gólosra csökkent. Az utolsó 5 perc elég kaotikusra sikerült,
Egyik csapat sem törődött sokat a védekezéssel, így nem csoda, hogy potyogtak a gólok, összesen 13 találat született ebben az időszakban. Végül a vendégek nem úszták meg 10 gólon belül a vereséget, a TAC 43-32-re győzött. Gratulálok a győzelemhez, de hát az elejétől látszott, hogy nincs egy súlycsoportban a két csapat. Mi volt az elképzelésed a meccsről? Először is köszönjük szépen. Igazából azt hittem, hogy erősebb sorra fognak jönni, mert ugye amikor náluk játszottunk, akkor azért nem ezek a gyerekeken játszottunk, sokkal jobbak voltak akkor. Nyilván beszéltem velük, mondták, hogy sokan hiányzó, mondtam, nyilván nálunk is volt egy 2-3 gyerek, de nem annyi, mint náluk. Úgyhogy arra készültem, hogy a közelejét azt meghúzzuk, toljuk meg, rakjunk közé egy jó 10-es különbséget, és akkor utána már tud játszani mindenki, mindenki hozzá tud tenni. Úgyhogy igazából ez volt az elképzelésem, amint már tudtam ezt az infot, hogy mindenkit akarok játszatni, és nem csak 2-3 perceket, hanem azért jó 20-25-30 perceket. Úgyhogy ezt be is jött végül is, amit gondoltál, ráadásul aki pályára lépett, az gólt is szerzett. Igen, hál' Isten, ennek örültem is, mondtam nekik, hogy fussunk, attól függetlenül, hogy most gyengébb az ellenfél, tiszteljük meg azzal, hogy mi megmutatjuk azt, amit tudunk. Hál' Isten, ki is jött ez, nyilván volt még azért egy-két hiba, néhány ilyen koncentrációs hiba, de azt inkább annak tudom be, hogy kicsit elkönnyelműsködtük néhány percet, de azon kívül jó volt minden, mindenki hozzátett, aki kevesebbet játszott, eddig az is, szóval nagyon örültem neki. A védekezés is jó volt, mondjuk a másik fél év vége ott már ilyen rohanás volt mind a két csapat részéről, ott már nagyon védekezés nem volt, de nálunk a kapus teljesítmény, Levence is nagyon jó védett. Igen, egész héten jó védett edzéseken is, szóval imádkoztam azért, hogy nehogy az legyen, hogy akkor most a héten jó védek, hétvégén már rosszul fogok védeni, de áthozta ezt így végig, és parádés teljesítmény jutott szerintem. A mérkőzés legjobbja szerintem Laszkó Levente a TAC kapusa volt, aki végigvédte a meccset, és védéseivel megőrítette az ellenfél játékosait. Gratulálok egyrészt a győzelemhez, másrészt a teljesítményedhez. Én úgy számoltam, hogy 22 védésed volt, gyakorlatilag majdnem megfelezted a védések első és második félidőbeli számát. Hát először is köszönjük szépen a szurkolóknak is, akik kilátogattak. Úgy gondolom, hogy az első fél időt nagyon jól tudtuk kezdeni, mind a csapat, mint én. Nagyon jó védés százalékot tudtam összehozni. Megkérdeztem a statisztika vezetőtől, 50%-ot mondott. Sajnos a második fél időre kicsit rontottunk, elfáradtunk, sajnos nagyon kevesen voltunk, és nem volt kapus kollégám is. Lantos Nimrod hiányzott, innen is gyors felépülést kívánok neki. Az, hogy most egyedül voltál, ez számított valamit a koncentrációba? Hát a koncentrációban annyira nem, inkább a fáradtságban azért. A második fél időre kicsit elfáradtam én is, őszintén bevallom, a fél időben sem tudtam annyit készülni a második játékrészre. Inkább megpróbáltam pihenni és próbálni, hogy ne fáradjak el annyira. IFI-be is nagyon jó védenek a kapusok, te is nagyon jó védel, van kapusedzés? Kapusedzőnk sajnos nincs egyelőre, külön szoktunk készülni, mint kapusok, edzésen belül, amíg a mezőnyjátékosok labdatechnikáznak. IFI-be egyelőre még nem játszottam, de azt tudom, hogy nagyon jól védenek, és innen is gratulálok nekik is. Remélem egyszer még akár ebbe az idei szezonban is be tudok mutatkozni. Nagyon fölényes lett a végén a győzelem, bár a végén nagy rohanás volt, de neked éppen akkor jöttek a védések megint. Hát igen, mind a két csapat próbálta még kozmetikázni az eredményt. A 43 lőtt gólunkkal én őszintén megmondom, elégedett vagyok, a 32-vel kevésbé. Nem azt tűztük ki, hogy 32 gólt szeretnénk kapni, jóval kevesebbet, de hát így sikerült, reméljük, hogy még ennél kevesebbet is tudunk kapni majd a következő mérkőzésen. A TAC kézilabda szakosztályában a férfi utánpótlás csapatok szerepelnek jobban. Az U20-as együttes az első osztályban gyűjtögeti a pontokat, és ebben az idényben áll egyelőre a legjobb helyen. A nyugati csoportban több NB1-es csapat utánpótlás gárdája szerepel, de így is megállja helyét a gárda. Ennek a mezőnynek tagja a MOL Tatabánya KC is, így egy szomszédvári rangadó mindig különleges. Összel Tatabányán sikerült a TAC-nak nyerni, így a február 29-i tatai mérkőzés különösen fontos volt. Nehezen indult a találkozó hazai szempontból, gyorsan vezetést szerzett a KC, amit csak 4 perc után tudta kiegyenlíteni. Egészen a 11. percig ez volt a menet,
vezetett a Tatabánya, egyenlített a TAC. Huber góljával 6-5-nél vezetett először a hazai csapat. Innentől koncentráltan játszottak a fiúk, és Katus nényei Kressz góljaival 12-7-re is vezettek. Egy tatabányai találat, amit Mészáros szerzett, még belefért az első félidőbe, 12-8-as TAC előnnyel mentek pihenni a csapatok. A szünet után Kressz gólja nyitotta a 30 percet, ezzel 5 gólra nőtt az előny. Állandósult a 4-5 gólos tatai vezetés. A vendégeknél Márcsik vállalt magára sokat, az ő játéka is kellett ahhoz, hogy a Tatabánya egyre közelebb kerüljön. Az 55. percre csak egy gól maradt a TAC vezetéséből. A legjobbkor született 2 Tóth gól, de Huber találata is jól jött, az utolsó 3 perc 3 gólos tatai előnnyel kezdődött. Nényei még egyet hozzátett, így hiába lőtt 2 gólt Márcsik, a TAC győzelmét nem veszélyeztette, csak a vereség arányát tudta csökkenteni. A TAC az őszi győzelem után most is jobbnak bizonyult, ezúttal 24-22-re nyert. A TAC férfi kézilabda csapata nagyon rossz őszt produkált, így nem csoda, hogy a félidőt kieső helyen zárta. Közben edzőváltáson is átesett a csapat, így azt mondhatjuk, zaklatott időszakot tudhatnak maguk mögött. Adva volt a feladat, tavasszal kell megszerezni azokat a pontokat, amelyek a bentmaradást jelentik. A tavaszi első körben hazai pályán nagy küzdelemben született meg a Fejérbár elleni győzelem. Itthon még egy X jött össze a Deac ellen, sajnos 2 idegenbeli mérkőzésen is egy gólos vereséget szenvedett a csapat, így 4 mérkőzésen 50%-os volt a mérleg. Ezért is volt nagy jelentősége az újabb hazai meccsnek, amit egy rivális a Vecsés ellen játszott a TAC. Ősszel idegenben 3 gólos vereséggel jött haza a gárda. Most tehát csak a győzelem volt elfogadható. Gondolom ezt minden játékos tudta, nyilván elhangzott a taktikai megbeszélésen is. Aztán a csapat úgy kezdett, ahogy kell. Vas adta meg az alaphangot az első góllal, majd hozzátett Sárosi is 2-t, kis 1-et, így 5-0 volt ide. A Vecsés első találata a 9. percben született. 17 perc után Sárosi gólja jelentette az addigi legnagyobb különbséget, 10-3. Az első félidő végére is maradt a komoly előny, 16-8, ehhez kellett Herman védése is a 30. percben. Jól kezdődött a második játékrész, és Zatureski Kressz góljaival, majd TAS találatával 10-re nőtt az előny, 19-9. Azt mondják, a kézilabda a védekezéssel kezdődik, ezt most a TAS remekül oldotta meg. Persze a Vecsés is a pályán volt, és sikerült is ledolgozni a hátrányból elég sokat, így a félidő közepére 4-re csökkentették a különbséget, 19-15, 20-16. Molnár és Kreisz 2 gólja jókor jött, amihez Zatureski is hozzátett 2-t, így az utolsó 10 percre 6-tal vezetett a TAC, 24-18, amit 5 perccel a vége előtt sikerült 7-re növelni, 28-21. Az utolsó percekre kicsit lankadt a figyelem, így a vendégek kozmetikázni tudtak az eredményen, de a 25-20-as hazai győzelem teljesen megérdemelt. A továbbiakban sikeresek a TAC judósai. A TAC judósai évek óta ott vannak az országos bajnokságok, diákolimpiák dobogóin, vagy érnek el dobogó közeli helyezéseket. Nem volt ez másképp a tavaly évben sem, hiszen a díjátadón többen is kaptak elismerést. Aztán, bár még nem telt el sok idő ebből az évből, mégis vannak már jó eredmények. Ebben élen jár Pápai Stella, aki évek óta tagja a Viator Sport ösztöndíjas keretnek, és több korosztályban is ott van az élmezőnyben. Edződ azt mondta, hogy kövér vagy, ez hány kilót jelent nálad? Hát nálam az általában ilyen 46 körül. 46 kg körül. És a súlycsoportod az mettől meddig van? 44. 44, amiben most én küzdök. De vannak alattam még súlycsoportok, de oda már nem megyek le. Ezt könnyű tartani? Könnyen tudod tartani? Vagy ehetsz, vagy nem ehetsz? Hát,
Hát amikor versenyidőszak van, és kb. Úgy egy hét, kettő van, akkor úgy már esténként úgy nem eszek, és próbálok odafigyelni. Könnyen szalad föl rá egy-két kiló? Vagy könnyen is adod le? Hát nehezen, általában nehezen adom le, és nagyon gyorsan jön vissza. Na akkor nézzük, az előbb edződdel beszéltük, és mondta, hogy nagyon sűrű tavasz elé nézel, már egy edzőtáborban voltál. Hogy sikerült, hogy érezted magad? Hát szerintem nagyon jó volt, nagyon tetszett az edzőtábor, illetve sokat tanultam, sokat küzdöttem. Olyanokkal is, akiket már ismertél, vagy abszolút idegenekkel is? Mentem idegenekkel is, illetve mentem olyanokkal, akik már nemzetközi versenyen indultak. Akkor így le tudtad, vagy le lehet így mérni edzésen, hogy körülbelül hol vagytok egymáshoz viszonyítva? Igen, le lehet mérni. Én azt tapasztaltam, hogy általában mindenki combdobást szeretne dobni, ucsimatát szeretne dobni mindenki. Elég beteges voltál az elmúlt időszakban, így pedig azért nehéz lesz fölkészülni erre a sorozatra, amit hallottam, hogy egy verseny, két verseny, három verseny, gyakorlatilag júniusig szinte minden hétvégén, közben meg edzőtábor. Hát igen, ezek a betegségek nagyon beletesznek. Hát most is úgy lábadozok, és úgy hétvégén versenyem lesz, de próbálok minél erősebb maradni, és kitartóbb. Ugye ifi bajnokságon hallottam, hogy második lettél egy betegség után, most pedig junior jön. Azért ez még nehezebb lesz, gondolom. Szerintem így nehézségen nem lesz annyira nehéz, mert szerintem azokkal fogok menni, akikkel úgy általában szoktam. Tehát ifibe nevezhetnek juniorba. Akkor inkább ifis mezőny lesz ez a junior mezőny? Igen, általában akikkel szoktam úgy menni versenyeken. Mekkora ez a mezőny? Hány meccsre számítasz, hogyha eljutsz a végéig? Hát én remélem, számítok arra, hogy előnyerő leszek, és akkor csak így 3-4 küzdelem lesz. Ezért sokat számít, hogy nem kell egész nap végig verekedni. Hát igen, igen. Azért általában nagyon hosszúak szoktak lenni a versenyek, így reggeltől délutánig elhúzódnak, de hát ez korcsoportoktól függ, meg hogy mennyien vannak a súlycsoportban. Mennyi idő alatt pihensz ki egy ilyen versenyt? Hát általában amúgy hamar kipihenem, mert túllendülök rajta. Például az ifin is, ez így, hát néha kell veszíteni, tehát nem jó mindig nyerni. Ilyenkor rágódsz azért azon, vagy gondolkozol, hogy na vajon miért kaptál ki, vagy mi volt az, amit másként kellett volna csinálni? Igen, szoktam ezeken éjszakánta gondolkozni, hogy hogyan tudtam volna jobban csinálni, hogyan tudtam volna jobban odafigyelni, amiket mozdul az ellenfél is. Hát akkor figyelj oda legközelebb, aztán sok sikert. Hát, köszönöm szépen. Persze nagyon fontos a hátország, a társaság. Ebből a szempontból is jó a szokosztály összetétele, hiszen vannak a kezdők, a kicsit haladók, aztán a versenyzők. A kicsik előtt ott a példa, például Stella. Nem véletlen, hogy edzőjük elégedett az elvégzett munkával, az eredményekkel. Két csoportba tudtok edzeni, most a kicsik vannak. De a versenyidőszak szerintem most már mindenkinek van, még akkor is, hogyha, ahogy mondtad, ők még mindannyian nem lőttek bele a versenyidőszakba. Hát igen, a versenyidőszak az annyira versenyidőszak, hogy február eleje óta egészen május végéig nem lesz szabad hétvégénk, úgyhogy benne vagyunk most a sürejébe. Hát a nagy részében ugye a Stelláiknak, az ifi, illetve felnőtt korosztálynak vannak most versenyek, vagy voltak eddig versenyek. Aztán most már jönnek a kisebbeknek is. Sokaknak az első verseny, úgyhogy benne vagyunk, nagyon próbálkozunk. Több-kevesebb sikerrel. Most hétvégén voltunk a legkisebbeknek egy verseny, az nagyon jól sikerült. Szereztünk 8 aranyérmet, úgyhogy munka van. Azért a zászlós hajója a szakosztálynak az Pápai Stella, így aztán talán a legtöbb figyelem rá is irányul. Neki hogy néz ki ez a fél év? Hát eddig 2 versenye volt, elkezdődött egy ifi országos rangsorversennyel, azt megnyerte. Aztán jött az ifjúsági magyar bajnokság,
ott hát sajnos beteg lett előtte, ugye most van ez a vírus itt a környékünk, tehát nagyon sokan betegek, azt előtt egy másfél hetet kihagyott, úgy mentünk el a versenyre, második lett. Bár azt úgy érzem, hogy meg tudtam volna ezt is nyerni, de lehetett látni rajta, hogy indiszponált volt. Most már jönnek hétvégén egy junior magyar bajnokság, de hát itt sincsenek olyan szinten jó híreink, hogy hétvégén, vagy múlt héten volt Horvátországban az ifjúsági válogatottal egy edzőtáborban, és betegen jött haza, ott is megfázással küzdik, orrfújás, stb. Tegnapi edzést kihagyta, ma itt még ki fogja hagyni, aztán meglátjuk, hogy hogyan tud fölpörögni a versenyre. Azért most már úgy tűnik, hogy belekerül a nemzetközi körforgásba, hiszen, ahogy az előbb elmondtad, legalább 4-5 versenyt felsoroltál edzőtáborral együtt. Igen, hát a Stellának most eléggé sűrű lesz a programja, tehát úgy néz ki, hogy jövő héten junior magyar bajnokság, utána lesz egy szabad hétvégéje, utána kimegyünk Porecsbe egy versenyre, Horvátországba, ott marad edzőtáborba is, hazajön szerdán, pénteken indulunk egy Szlovák nagydíjra, utána megint verseny itthon Budapest kupa, megyünk Lengyelországba, megyünk Csehországba, aztán, hogyha el tudja érni azokat az eredményeket, hogy kvalifikálja magát az Európa-bajnokságra, esetleg a világbajnokságra, akkor június közepén lenne egy Európa-bajnokság Bulgáriába, és szeptemberben pedig, hogyha minden úgy alakul, ahogy szeretnénk, akkor Türkmenisztánban rendezik a világbajnokságot. Nyilván ez az kell, hogy ne legyen beteg, de látod benne ezt az erőt, hogy ezek beleférnek majd? Igen, bár hozzáteszem, hogy a Stella is azért egy kamasz, akit néha ugye el kell, fülön kell csípni néha, de nagyon jó alany. Tehát általában tehát az edzésen nagyon odafigyel, csinálja a dolgokat, és most már eljutottunk oda, hogy próbáljuk olyan szinten tudatosságra nevelni. Tavaly évvégén elvittük egy dietetikushoz, a judo válogatottnak, illetve a vízilabda válogatottnak a dietetikusához, Haris Évához elvittük a Stellát, összeállított neki egy étrendet. Ez nem azért, mert hogy bármi probléma is lenne a súlyával, hanem ezen a szinten is szeretnénk azt, hogy az ő élete a későbbiekben annyira a versenysportra már alkalmas legyen, hogy már a gondolkodásában is ne az legyen, hogy chipset eszünk, nem voltál jellemző, de igenis állítsuk be a gondolkodását is arra a módra, hogy lehetőség szerint a legprofibb módon készüljön a versenyekre. Azért nincs könnyű dolga, hiszen ő azért a legfiatalabb az ő korosztályában most. Igen, az kell a első éves ifi versenyző, az azt jelenti, hogy még két évig lesz ifjúsági korosztályba. Hát ugye a rutin az nem mellette szól, mellette a mérhetetlenül nagy tehetség és akarat szólhat mellette. Reméljük, hogy összejönnek az eredmények. Én azt gondolom, hogy most nézegettem a porecsi versenynek a nevezési listáját. Izraeli lány tavaly már nagyon simán verte magyarországi versenyen. Most, ami volt porecsi edzőtábor, mesélte, hogy ment a világbajnoki bronzérmes osztrák lánnyal. Eldobták őt is, de ő is el tudta dobni a VB bronzérmest. Tehát ez az, nyilván egy edzőtábor más, mint egy verseny. De azért azt gondolom, hogy ez azért bizakodásra ad okot, hogy oda tud állni, és tud olyan teljesítményt nyújtani, ami sikerre vezet. A hétvégén egyébként junior magyar bajnokság volt, és Stella ifiként magyar bajnok lett. Előzetes következő műsorunkból. Tatán rendezték a kézilabda diákolimpia döntőjét. Hazai pályán játszott a TASZ labdarúgó csapata.